Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok, ez itt egy újabb GTA 5-ös videó, aki itt van velem, Izzy, üdvözöllek! Halihó! Na akkor gyerekek, ebben a videóban megint kicsit beleleshettek a KFT életébe. Ebben a videóban kettő darab autót fogok ellopni. Megmutatom, hogy igazából milyen egy napi rutin itt a játékból, hogy ugye följövünk, ugye egyből itt a CO-ban kezdek, lopok autót, leviszem a garázshoz, gyorsan visszajövök ide az épületbe, megint indítok egy újabb autólopást, tehát igazából most ezzel tudtok majd megismerkedni. Úgyhogy igen, vannak többen is a Szerón, igen, itt van Parakun, itt van Piccolo, meg Ábel is, de ők most ugye nincsenek teljesen, ugye Ábel lenne, de ugye most ő sincs, mert neki mindjárt mennie kell. Igen, van több mint 6 millió dollár, amit hajszitek, hanem a KFT, ugye amikor elköltöttük az a 10 milliót, azóta mi nem mentünk heistot, és ez a pénzgyerekek mind a kokó eladás, meteladás és autó eladásból származik, illetve a többiek eladásából, tehát igazából itt láthatjátok azt, hogy és igazából nem játszok túl sokat azért napi szinten a GTA-val, azért Siege-re is maradjon idő, de azért itt is láthatjátok, hogy ha tényleg befektetsz pénzt, és azért játszol a játékkal, elég sok pénzt ki lehet farmolni, és akkor így tulajdonképpen ki lehet zárni a heistokat, amik már amúgy is kicsit unalmasak szerintem, sőt szerintem mindenki unja már, úgyhogy ezek az update-ek ugye pont ezért kerültek be, úgyhogy akkor egyébként igen, ugye itt ülök a CEON-ban, itt szoktam spawnolni. És igen, tehát alapból ezeket ugye egyedül szoktuk csinálni, ezeket az autólopkodásokat, hiszen ez nem kell két ember, de most mivel itt van Izzy, ezért most ő segíteni fog nekem, mert nehogy véletlenül a kargósat adja be, mert ugye annál azért nem állt, hogyha van segítségünk. Jó, akkor, na hol kell indítani CEO-t? Itt van. És akkor Izzy-t már is behívjuk. Hívjál! Nagyon jó. Itt van, nézzétek meg. El. Úgyhogy igen, még egyszer szeretném megköszönni itt videóba Pikónak, meg Csalinak, meg most írtam más nem jut eszembe, de akik szoktak nekünk így segíteni szervereken, hiszen ugye mivel publicon vagyunk, elég sokan ránk szoktak csatlakozni, és szoktunk egymásnak segíteni, szóval tényleg mindenkinek a segítségét köszönöm, akik ugye esténként azért fönn szoktak lenni GTA-n, és akkor eladogatunk egymásnak kocsikat, meg stb. Száplizgatunk. Úgyhogy igen, ez egy ilyen ez egy ilyen családi munka. De nézzétek meg, skacok, hát ez zseniális. És igen, a holnapi videóban egy kicsit el fogunk költeni ebből a 6,3, hát majdnem 6,4 millióból, de arra majd később, hiszen jöjjön a munka, akkor milyen egy napi rutinom, ugye följövök egy szeróra, és ugye itt spamnolok, gép elé leülök, és már indítok egy autó lopást. Ugye pont tegnap adtunk el 14 autót nekem, tehát most van 16 üres helyem a garázsban, nézzük is, beloginolunk, és már indítjuk az első autó eladását, ami reméljük, hogy top range-es lesz, ugye az éri a legtöbbet, nézzük akkor, hogy mit kaptunk, szóval NSS tesz pont midrange, de mindegy, sajnálatos módon, és... Remélem kékeres. Igen, kékeres, kékeres, szóval ez nem kollekciós. Mondjuk azt hiszem, NS-ből nincs is kollekciós, ha jól tudom, nem tudom. De, van egy eres, mi a... rendszám. Ez az 5-5 Ho, vagy mi valamilyen ilyesmi, ez a Ho Off, vagy mi a neve, tudod? Na akkor az nem. Nem, igen, mert ilyenből már adtunk el. Nagyon jó, Izzy itt van, Voltikka, jó, viszont Izzy, Sandish, ujj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 j
gyorsan jó, le kéne ke... szerintem. Nem. Pont. Ne szórakozzon. Hát, ott van Cargo még. Na jó. Meg Zancudo-nál. Izzi, mehetek a voltikoddal? Gyere, vezess. Figyelj, várjál csak, lekérem a kurumát, hogy legyen lekérve, múltan már magam azt tudom, hogy csak össze legyen lekérve. Várjál, várjál, ezt igyed. Gyere. Várjál, ne, ne bántsd a izét! Ne bántsd a testvéremet! Gyere vissza, gyere vissza. Ne bántsd! Mi a... Na! Ha lehességettem róla, pedig hozzá se értem. Jó, igen, gyerekek, jó, izi. Tehát meg itt nem szólsz. A zene! Ja, mondjuk nem volt eddig, de... A zene az na jó, jó. Akkor egyébként teljesen jó, hogy pont videóba ad ilyen messzire autót, egyébként itt a közelbe szakott. Ugye van az, hogy versenyről kell ellopni, tehát igazából rengetegféle van autóeladásnál, ugye üldözik a rendőrök, van olyan, hogy csak el kell hozni, oda kell menni, van, hogy egy partin az őröktől kell megszerezni a kulcsot, van olyan, hogy kargóval kell elhozni egy hajóról, mondjuk az a legnehezebb. Aztán van olyan, hogy versenypályáról kell elhozni, van, hogy tuning találkozóról, tehát tényleg rengetegféle módja van.
De most akkor pont ezt a Sandy Shores-t adta, ami nem tudom izi, de akkor ez melyik? Amúgy az lehet, hogy csak simán elhozzuk, nem? Nem hát, tudom. Hát lehetséges, én nem az a helyzet, vágy hogy ilyet ezt. Nekem még nem is tudom, figyeltek. Egy kicsit gyorsít. Ja igen, ez ugye izének a voltikja. Hát ez egy kicsit turbósított. Mondjuk a mi az már, hogy mondják, mondjuk a műszaki lehet, hogy nem menne át, de... Lehet. Nem baj, majd kicsit megturbózzuk. De amúgy ez rohadt jó, hogy ez a voltik. Nem bírom egyszerűen avagyni ezt a témát. Egy elektromos kocsi, ami valamiféle, mi az, sugárhajtású, tehát valami kerozinnal vagy valami mással működő ilyen. Igen, viszont lehetne olyan több idő, amíg hat ez a cucc. Mondjuk tehát így is fölött van szállni. Teljesen azért. Júj, figyelj, az előbb rájöttem, basszus. Hogy neki, jaj! Neki mész a falnak orral, és nyomkodod ezt a rakétát, akkor folyamatosan van töltve. Tehát ezzel nagyon jó lehet majd szórakozni, majd mutatok róla egy videót. Ugye, bármint a népezetnek, majd csinálok erről. De nagyon, nagyon jó pofa szórakoztatás. Nem, ugye benyomom itt a izét. Nyomjad. Fing rakétákat. Én egyébként most már másképp nézek ki, most ezt a szürke öltönyt leváltottam, mert most kicsit ilyen stílust váltottunk. Igazából szerintem mindenki egy kicsit, kivéve talán Norbit, akinek még mindig ugyanaz a bajusz és hajkombó. De nem az ruha, tudod? De én most igen, csak ruhát váltottam, meg váltottam a szemüveget. Menjünk! Nagyon durva, egyébként nem hiszem el tényleg, hogy videót indítok, és pont ilyen messzi ad egyből, hát hihetetlen. Egyébként izi, képzeld, múltkor volt olyan, hogy ott a pont a CEO mellett volt, van egy hotel, és onnan kellett elvinni, jó, mondjuk bombás volt, ugye, igen, azt ugye előbb nem is mondtam. Van a nő bombáson, és 2 percig 90 km óra fölött, ja, mindegy, kell menni, különben fölrobban benne a bomba, tehát ilyen halálos, nem, a... Igazából... A féktelenül, vagy... Ha jól emlékszem, akkor én a GTA 3-ban játszottam először ilyen bombás küldét, és nekem baromira bejött, ja, hogy nem lehetett tényleg vele ütközni igen. Sem, hogyha ütköztél, robbant azonnal. És még rá tud tartani a sebességet, és na az nagyon állat volt. És képzeld, múltkor egyből oda letett, és... Jaj, nem, tudod, hogy melyik ez? A körversenyes. Már egy körverseny... Aha, mindjárt jön a kocsi, és ki kell lőni belőle az ember. Ujjjjj, akkor jaj, ezek arra... Mit csinálnak igen. Azok? Ja, várjál! Körbe akkor viszont váltsunk fegyót, várjál! Kanyarba kéne elkapni onott, ugye lassú. Várjál, váltok AP-ra. Lassút? Mit csinálnak ezek? De ezek hülyék. De várjál, ezek összetörte a barom! Hé! Hey! Megvan. Izi, fedez! Jövök! Mitől? Miért? Ja igen, ugye mivel ez midrange, ez annyira nem lesz drága. Nézzük, 1500 dolláros kár. Tomó, teljesen jó. Tomoljalak? Ne, Finomani. Biztos, nem. Jaj, viszont itt lesznek rendőrök, vagy jönnek izé bandatagok, mi vagy valami, vagy ez melyik? Hát lehet, hogy jönnek, lehet nem. Mindegy, készülök. Úgyhogy skacok, még annyi, hogy ilyen videóból lesz még. Tehát amikor így a KFT életét, mindennapjait megismerhetitek. Ugyanis tényleg azt szokott lenni tényleg, hogy este följövünk, és akkor eladogatunk egymástok, szaplizgatunk, kocsikat adunk el, tehát ez egy ilyen végtelen ördögi körforgás, amit szokott lenni, de lesz még ilyenből videó, sőt még hosszabb is. De most az a helyzet, hogy most ezen a héten most ez nem így... Nem a méret a lényeg itt. Ez most így sikerült. Úgyhogy mondom, ez az autó, ez tényleg azért jó, mert lehet egyedül, tehát ez egy zseniális húzás volt, hogy ez nem feltétlenül kell több ember, hiszen ugye egy kurumát lekérsz, én mondjuk mindig kurumával megyek autót lopkodni, mert ugye ott van a kokó, de jó, mondjuk föl lehet száplizni egyedül, aláírom, jó, kicsit nehezen, majd több idő, viszont az eladás meg egyszer lehetetlen, ugye oda minimum 3 ember kell, sőt, hogyha motort kaptuk, mondjuk ezt meg lehet csinálni hárman, valaki visszamegy egy motorért, de tényleg azért jó, mert amikor tényleg nincs semmi, akkor azt mondod, hogy oké, skacok, köszi a helpet, elmegyek autókat lopkodni, és akkor utána meg el lehet őket adogatni jó sok pénzzel, de basszus, ti is láthatjátok, hogy alig volt pénzem, és igazából most, ha így belegondolok, akkor hát ez a 6,4 millió, ez úgy jött össze, hogy igazából, basszus, de nem tudok, igen, egyébként ezt reggel vettük fel ezt a videót. Hát durván olyan másfél hét alatt kiszedtem bőle ennyit. Egyébként többet lehet bőle kiszedni természetesen. Tehát Martin valami egy hét alatt szedett ki 10 milliót.
és még lehet keveset. Mondtam, hogy a Hát az Martin előző már videójában 21 millió volt, este meg 21 már millió. 22 és fél, tehát Igen, igen, hát Martin ez az nem nagyon real time-ban megy, szórakozik. gyerekek. Úgyhogy ha valakinél THCC-s neve vagy egyéb embernél sok pénzt látsz, az nem Az hacker igen, pénz, igen, igen, gyerekek, igen. ezért meg lehet dolgozni. Nagyon szépen most behozta a Rockstar, hogy is minél lehet, többet. Jaj. Igen, Hát meg igazából ez mert érdekes. Kedveztek igazából a magányos hősöknek, akik csak egyedül szeretnek játszani, meg azoknak is, akik csapatostul. Ugyanis a CEO a magányos, a motoros klub pedig a banda feelinghez szokott embereké. Igen. De mindkettőt lehet természetesen, és meg is éri mindkettőt futtatni. Na, behoztam a kocsit. Ugye itt most az a lényeg, igen, saving failed, az a most nem törődünk. Az a lényeg, hogy behoztam, és most ezt a javítást, ezt levonja a pénzünkből. Tehát egy minimális, azt mondom, minimális befektetés természetesen kell, hogy te föltösd a garázsodat, de utána jó sok pénzre el lehet adni. Jó, akkor egy napi rutinja, igen. Én itt szoktam lekérni a kurumát, de hogyha itt van izé, akkor én izé. Jó, mi a? Mi a szar? Na, váltok, és akkor, na, hogy van ez? Váltok a VH-jel. Látok ízni, csak hogy hagyd mutassam be a nézőnek, hogy hogy szoktam, ugye ide állok, na! Összeízész, hallod? Menjen el a ízé sugárhajtás útta. Ugye az a lényeg, hogy kijövök ide a garázs elé, lekérek egy kurumát, nagyon jó. És az a lényeg, hogy... mit, Jézusom! És az a lényeg, hogy ugye 5 Vár nem, izi, azt hiszem 5 perc, nem is tudom hány perc kell. Ugye az a lényeg, hogy miután bevittél a kocsit, kell várni egy újabb autó eladásnak az indításával. Úgyhogy azt szoktam tényleg, hogy lekérem a kurumát, ide magamhoz hívom, és már megyek vissza a CEO-hoz. Hey, ez CJ volt. Az újabb indításért. Itt volt egy... Elég hamar ott lehet lenni, sőt átlagban ilyen 30 másodpercet még várnom kell a számítógép előtt. Mondjuk most nem, mert izi előtött, tehát körülbelül pont ott leszek, hogy ilyen 5 másodperc, vagy talán már lehet is lopni a következő autót. Eltévedtem Anikák közt. Segítség! Elég hülye helyre kérted a garázsot. Azzal a szar voltikkal. Mi a teljesen jó az a garázs? Annyira jó helyen van, hogy hihetetlen az a környék, az nagyon zseniális. Én a Vágesznél kaptam, vagy Vagosz, vagy valami. Hát az se jobb egyébként. Amúgy poén, hogy mindegyik ilyen garázs banda területen van, majd nézzétek meg. Hát, ja, mondjuk... Hát nem szokott velük baj lenni, mert... Hát nem, kordámmal hogyha kicsit tartom lövöldözünk, őket, vagy valami. Én Korda Gyuris. Korda Gyurisan tartom őket. De tudod, mi a Korda? Nincs oda. A Korda a szerzetesek öve volt. Aminél csomók voltak, az a Korda. És akkor innél tenni, hogy Korda Gyuri. Jó, mindegy. Jó, akkor menjünk is be a CEO-ba. Mindenkit meg fogunk korbácsolni, főleg itt az asszisztens nőnkek, aki senki ne, amit, vagy aki semmit nem csinál, csak bejövök. Hey, boss! Figyelj! Vágj ezt, hogy figyelj, 300 mond. Dolcsit kapnak mondta. There is the boss. Micsoda? Igen. 300 dolcsit kap. Na, az a lényeg, hogy leülünk, skacok, és már lehet is indítani a következő, tényleg nagyon hamar lehet föltölteni a garázsunkat. Nézzük akkor, hogy már lehet indítani a következőt. 11 másodperc, 10, 9, 8, teljesen jó. És ugye itt az a jó, hogy itt kiírja ugye a másik ugye aktív cégeket, ugye itt van most ugye Abelnek a Shift Elec CEO. Zseniális. És remélem most top range lesz, mert ha nem, akkor a hajamat egyenként fogom kitépni. Roosevelt Valor nagyon jó, ez top range-es, mindjárt mondom. Ó, ez jó, nézd meg a rendszámát, Valor, lehet, hogy... Valor, piros-fekete Valor. Ez ő nem, ez nem. Ez ő nem, nem kollekciós. De nem baj, gyerekek, nem baj, annál jobb, mert legalább el lehet adni, tehát nem kell tartani a garázsban, mint a többi kollekciósat, ami ugye még nem telt be. Na nem, ezt akkor majd el is adhatjuk. Nézzük akkor, hogy milyen küldetésünk lesz majd. Rész, aha, itt csak a versenypályáról kell elhozni. Úgyhogy ez valami fantasztikus, izi meg valamire készül. Mi a szar? Hagyjuk már, persze, hallod? Egy ilyen másfél tonna, mondjuk az több is, mint másfél tonna. Mondjuk számol, mondjuk egy 2,5-3 tonnás autót így ellök. Ne húzz innen! Azt letörte az ajtómat! De már mikor? Hát ezt nem hiszem el. És a másikat is! Na, gyere ide, állj meg picit! Van egy picit? Gyere ide egy picit! Gyere ide, egy kicsit gyere már ide! Ajaj!
Na jó, húzzuk ki. Nem hiszem el, gyerekek, De figyeld! múltkor itt volt Kardi, Kardi, múltkor itt volt Kaldi, meg ugye Norbi, meg ki volt még Ábel, és ugye szétszivattak a kölcsel 10 milliót videóba, és azt hittem, hogy ott basszus, ma mondom, hogy biztos Kaldi hibája volt, ő tuningolta fel a többieket, hogy szivassanak, meg ugye ne hagyjanak engem játszani, aztán most nézem, hogy Izzy is itt nagyon. Jaj, ne, Izzy, ez nem versenyes, ez tudod milyen lesz. Ó, van egy sejtésem. Ez az el kell menni időre, és akkor úgy. Hát ezt nem hiszem el, hallod, ezt mondom, most mondom, hívom Izit, mert ez a videóhoz nem kell sok ember. De hát látjátok, Izi is szétrókodja. Igen, megyek, megyek. Júj, mindkettőnknek oda kell menni időre. Gyere. Neked is? Nem, neked nem kell. De, nekem is írja a 3-2-1 go. Lol, tényleg? De érdekes. Nem baj, akkor menjünk. Na és az a lényeg, hogy ugye ilyenkor az a lényeg, hogy odamész, és időre el kell menni egy helyre, és a csávótól elhozni az autót, mert tulajdonképpen ez egy ilyen próba, hogy ő kihív téged, hogy már pedig te nem tudsz ennyi idő alatt ott lenni, és amikor oda jön, ugye most az a lényeg, hogy ti, ugye te azért versenyzel, hogy a kocsiját megnyerd, ugye Izzy? Igen, és akkor elnyered tulajdonképpen, tőle. Igen, ugye elnyered tőle, és amikor odamész, és át akarja adni a kulcsot, akkor így elkezd, itt egy rátámad tulajdonképpen. Tehát ez egy ilyen átverés. Igazából én oda mentem hozzá, fejbe vertem egy fegyverrel, és elvittem a kocsiját, tehát én nem tudom, hogy adna egy kulcsot, vagy se. Most is az lesz. Jó, mondjuk én is mindig lelövöm egyből, tehát ne azt hitt, hogy én ott várok. Igen, és most kaptunk tőle egy SMS-t, hogy már pedig úgyse fogsz odaérni, mert egy gyökér vagy. Mindjárt meg is mutatom, itt is vagyunk. Ennek átért történetét nem is ismertem, ugyanis... Loser! Egyszer Loser. Csináltam, és nem érte túl az ellenfél, tehát... Oké. Okay. De én ott számít, hogy ketten beérjünk időre, vagy... Szerintem elég egy. Amúgy jobb kapva, mert így most mindkettőnket megmozgatjuk. Amúgy izé nagyon rossz dolgozó, mert az a főnöknek mind a két altát letört. Ez izé, mint a bűnvadászokban, amikor ugye letörik. És akkor mondja a Terence, hogy... Ki fogja elmondani a főnöknek, és ugye mondja Bud Spencer, hogy Kirby a parancsnok. És amikor megy vissza, ugye mondja a főnök, hogy nagy a hőség, de azért ennyire azért talán mégse. Na itt van, Axrobo most is. Nem köszönök, Bocsi. Én is köszönök. Hát közben, én nem megy a köszönök, kocsi. Mert lelassulok. Oda kell érni időre. Majd utána köszönök. Ja, úgyhogy... tényleg esténként ugye velük szoktunk játszani. Van mondjuk, hogy utána kicsit már betelik a szerűen 10-15, de hát ugye nem zavarjuk egymást, mindenki csinálja a saját melóit. Ez a THCC-nek amúgy az erősségemben nálunk azért nincsen ilyen, hogy na, most szorkodjuk szét a másikét, hanem hogyha valaki pisztergál, akkor úgy is állunk hozzához az emberhez, viszont hogyha korrekt, akkor mi is korrektek vagyunk, tehát itt nagyon, nagyon durva összeállások hát vannak itt már mindenki esténként. Mondjuk amúgy is a public szeromban nem jellemző olyan a drogodás, mindenki csinálja a saját munkáját, mondjuk veszélyes, mert volt pár szor, hogy volt ilyen. Na jó, Izzy, akkor te viszont főleg kéne fedezz engem. Főleg a picik veszélyesek, mert még nem tudják, hogy mi ez. Hát nem, hogyne, hát úgy kis ránk támadott. Például ott a csávó. Na, Izzy, kéne engem fedezd majd, jó? Mert ugye itt majd jönnek a hülye izék, a... Úristen, hogy néz ki ez a való? Gyere! És én még azt hittem, hogy az enyém csúnya. Hát ez nagyon ronda basszus, tényleg. Na és most az a lényeg, hogy itt majd jönnek ilyen tuning verdákból, ugye a csávónak a haverjai, akik próbálnak minket megállítani. Hát remélem, nem, hogy, nem hát remélem, hogy inkább kevesebb sikerrel, mint több sikerrel. Igen, Mári spawnolt velünk szembe a két kis roscsont. Igen, és ugye az a lényeg, hogy ahogy lövik a kocsit, ugye egyre több kár keletkezik benne. És ugye az a lényeg, hogy a top range-nél ugye ott a legdrágább, tehát ott egy ablak kitörik, az már azt hiszem $1000 vagy 500 körül. Ugye a standardnél meg ugye alapból ugye a legkevesebb. A mindnél meg hát kb. Ilyen közép. De ugye az... Jó. És nem ment le a pénzből, pedig bevágott elém. Hát ez is Anyádat! Hát megőrülök. Yes. Igen, egyébként nagyon szemetek a civilek, mert direkt bevágnak elé. Egyébként nem baj, hogy ennyire összetörjük, mert... Tehát tulajdonképpen ez az autó, amit itt láttok, ez most, hogy van ez az akció, hogy 25%-kal többé lehet eladni ugye január 16-ig. Ez a kocsi gyerekek tisztán eladva $100,000 ér. Tehát még hogyha vesztünk belőle, mondjuk a legtöbb, amit vesztettem eddig azon 5, most 8000 volt,
de azt elég durván sokan jöttek, meg szétlőttek kb. De amúgy átlagban ilyen 3000 kárral, sőt van nagyon sok autó, amit nulla kárral behozok, mert mondjuk jönnek a rendőrök, gyorsan följön Lester, de mindenki megy a dolgára, azt a rohadt életbe. Izzy az nem szórakozik, hallod? Úgyhogy gyerekek, tényleg ez a 2005, ez tényleg semmi, egy nagy, tényleg minimális befektetés kell, hogy a garást föltöltsd, utána meg mehet a menet. Ez meg én spawnolt. Ja, no problémo. 2600 maradok csak. Maradok hozzá közelebb akkor. Maradj hozzám, közelebb fogd meg a kezem, de nagyon utálom ezt a valót egyébként. Tehát, nekem nincs vele bajom. Oké, nincs vele bajom, de olyan ronda autókat kell ellopni meg az a baj, olyan lassú, hogy utolfutom. Az lehet, de ez top range-es legalább. Tehát ez nem csak legalább. Csúnya, de drága is kell. Ez csúnya viszont drága. De hát azért valljuk be, nem minden szuperautó szép. Nem mondom, a formájában nincs bajom, csak az is hogy néz ki, hogy kilógott a motornál, ezért adjuk már. Én amúgy a direkt a Roosevelt Valoromra, az nice volt. De kicsináltam őt is. Én direkt nem raktam ezt a légbeömlőt, mert nem, ezért egy régi autónak azért maradjon meg a régi stílus. Nem szeretem, mikor ennyire modernizálják. Na, Ábel is megy. Köszönünk neki, ha tudnék írni. Ugye ő pont ezért nem jött most velünk ebbe a videóba, mert neki most mennie kell. De egyébként teljesen jó. Úgyhogy ja, meg egy tipp a THC-nél illő köszönni is. Ja, persze, hogy lehet. Nálunk ez már azért, Érti, igen, de azt a mindenki megszokta azért, hogyha bemegyünk ezt szerolóra és látjuk, hogy van sok THC-t, és azért tényleg illő köszönni. Viszont egy jó tanács, gyerekek, hogyha ugye úgy van, hogy alapból random dobál standard, mid, illetve top range-es autókat, ugye full random, viszont ha a garázsodban van sok mid, illetve standard range-es autó, akkor nagyobb eséllyel dob top range-et. Tehát érdemes egyébként, igen, érdemes egyébként azt csinálni, mint én is, hogy nekem most egy csomó standard van, meg azt hiszem talán egy-két mid, és azokat nem eladni. Tehát azokat, én azt mondom, a standardet nem, mondjuk a midet most megéri a 25% miatt, tehát azt szerintem megéri, viszont tényleg megéri bent hagyni, mert tényleg akkor hamarabb dob. És hogyha van mondjuk 4-5 top range, ami mondjuk nem kollekciós, akkor azt érdemes egyből eladnod, hiszen ugye Ábel is mondta, hogy ugyanazt nem dobhatja be már még egyszer, úgyhogy tényleg érdemes azt, hogyha mondjuk van 4 top range, és ami nem kollekciós, szólsz a haveroknak, gyorsan eladjátok. És igazából akkor már megint mehet a lopkodás, mert ugye tényleg ugyanazt ugye akkor nem dobhatja be. Aztán meg ilyesféle dolgok. Úgyhogy, skacok, ez a videó most tényleg ilyen rövid lett, amiért elnézést kérek, de lesz még ilyen KFT-vel kapcsolatos. Inkább azt mondom, hogy hosszabb videó, mert azért tényleg itt is látjátok, hogy autóeladásból lehet pénzt szerezni, szaplizni szoktunk ugye a gyárakba, aztán eladogatni szoktunk a gyárakba. Úgyhogy gyerekek, folyik az élet GTL elég durván, úgyhogy tényleg, ha ti is gondoljátok, vegyetek ilyen import-exportos garást, nagyon megéri, vegyetek kokó, illetve met labort. Ugye én azt mondom, az a kettő bőven elég, ugye főleg azt a kettőt is ugye száplizgatni kell folyamatosan. Úgyhogy gyerekek, hónap találkozunk egy újabb GTA 5-ös videóban, ahol egy picit el fogunk költeni ebből a 6,5 millió, hát majdnem 6,5 millió dollárból. Úgyhogy köszönöm szépen Izének, hogy itt volt és hátráltatta a kocsilopkodásokat. Hosszabbítottam a videódat. Pontosan. Úgyhogy hónap találkozunk egy ilyen pénzkölteketős videóban, és tényleg ne aggódjatok, mert rengeteg ilyen GTA 5-ös videó lesz. Úgyhogy tényleg köszi a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok lájkot. Sziasztok! Sziasztok! GameZone 05 termékek a videósbolt weboldalán.